A megyei első osztály nyitófordulójában Szakolyban láthatták a legtöbb gólt, szám szerint hetet a nézők, a hazaiak ugyanis 4-3-ra verték a Mándokot. 5 gól született Gyulaházán, ahonnan a Tiszavasvári távozott 3-2-es sikerrel. Idegenbeli győzelem volt Baktalórendházán, ahol 3-0-ra nyert a Nyírgyulaj, és Rakamazon is, ahonnan a Tuzsér vitte a 3 pontot 1-0-ás sikerével. A legutóbbi bajnok Ibrány 4-0-ás vereséget szenvedett Nagyeseden, a Nagyhalász 2-0-ra verte a Máté Szalkát, a Fehérgyarmat Sényű találkozó pedig 1-1-es döntetlennél zárult. Az újoncok csatáját a Balkán nyerte, Mirgai László együttese 4-1-re győzött Vásáros Naminyban. Rosszul kezdődött a mérkőzés, eleve 5. percben a mentő elszállította Iván Zsoltot, ő meghatározó volt a szélén nekünk, és utána pedig kaptunk egy gólt, aztán hál' Istennek sikerült kiegyenlíteni, és a második fél időben ők kaptak egy 11-est, kihagyták, mi is kaptunk egy 11-est, berúgtuk, és aztán utána két támadott a hazai csapat, és onnantól kezdve már rengeteg helyzetünk volt, és jöttek a gólok is. A második forduló párosítása a következő, Mándok Gyulaháza, Balkány Fehérgyarmat, Sényű Rakamaz, Tuzsér Szakoly, Nyírgyulaj Vásárosnamény, Tiszavasvári Nagyhalász, Máté Szalka Nagyecsed és Ibrány Baktalórendháza.